Pakson és más nagyobb városokban is egyre nagyobb gond a parkolás. Ezt akadályozzák sok esetben a több napig, hétig, akár hónapokig szabálytalanul otthagyott gépjárművek is. Pedig jogszabály mondja ki, hogy tilos közterületen lejárt forgalmi érvényességű gépjárműnek, vagy olyan autónak a tárolása, amelynek nincs rendszáma. Helyi rendelet szabályozza az autók parkolási rendjét, Pakson időkorlátot vezettek be. A lakosság részéről is felháborodás, illetve panasz áradat érkezik hozzánk, hogy bizonyos helyeken szinte lehetetlen parkolni. Ez egyrészt a forgalom növekedésével, másrészt sajnos nem ritkán előfordul, hogy használt autó kereskedő közterületen való tárolása miatt alakul ki ez a helyzet. Az elmúlt 5 év alatt mintegy 200 olyan eset fordult elő Pakson, hogy a közterület felügyelőknek figyelmeztetni kellett a tulajdonosokat a gépjárművük elszállításáról. Előfordult olyan eset is, hogy nem tudták beazonosítani a tulajdonost. Egy nagyon ritka probléma is van, az úgynevezett elhagyott autók, mikor nem találni az autó tulajdonosát, bár rendszámmal, egyebekkel, tehát megkülönböztet, tehát föl lehetne lelni a tulajdonosát, de vagy nem jelentkezik érte, vagy már nem él a tulajdonos, ilyenkor fennáll annak a lehetősége, hogy az önkormányzat elvitesse és tárolja. Több ilyen autó elszállításra került a hulladékudvarba, ahol jelenleg is tárolják. Egy jármű elszállításának költsége több mint 15 000 forint, melyet a tulajdonos köteles megfizetni. Ezen felül a tulajdonost terheli a telephelyen történő tárolás költsége is.